2016. január 22-én adták át a felújított Petőfi Sándor általános iskolát és az új nevet viselő Balázs Józsefné művelődési házat Hévízgyörkön. A beruházásban az épületek nyílászáróinak cseréje, valamint homlokzati és födém szigetelése valósult meg. Aszódon is ünnepélyes átadásra került sor január 22-én. A Tüdőbeteg Gondozó Intézet eszközparkja egy új, 133 millió forint értékű, korszerű digitális tüdőröntgengéppel bővült. Ugyancsak Aszódon Vas Albert erdélyi magyar íróköltő tiszteletére szeretnének szobrot állítani. A civil kezdeményezők elképzelése szerint az alkotás trianoni emlékműként is szolgálna a városban. ...2016-ban is megrendezik a már hagyományos Böllér Fesztivált Kistarcsán. Az 5. alkalommal megszervezett eseményre február 6-án reggel 7:30-tól várják az érdeklődőket az ifjúság téren.